Forog! Matuz János és Kovács Szilvia társrendezésében, aki egyben a film producere is, a 17-es Honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készül nagyívű film etűd. A Haza című filmben a fiatal székesfehérvári születésű katona az első nagy világégés során az arcvonalban megért harcait, illetve szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be Lantai Májer József naplója alapján. A film stábja az elmúlt héten Erdélybe, Székelyföldre költözött, hogy a Hargitán idézzék meg a foglyok Szibériába vezető útját. Amikor Matuz János rendezőtársamat megkértem arra, hogy részt vegyen ebben a produkcióban, akkor ilyen hajmeresztő jelenetekkel állt elő, és én nem is gondoltam, hogy ezt ilyen módon fogjuk megvalósítani. Például az, hogy Erdélybe eljövünk ezért, ez álmaimban sem fordult meg. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, és hát ritka kedves emberekkel tudunk együtt dolgozni. Matuz János, aki rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyzi a történetet, az embert próbáló út pillanatait összegezve megerősítette, Csíkcsomortán és az ott élők olyan segítséget nyújtottak, ami minden pillanatában támaszt adott az alkotói folyamat megvalósításához. Az ember leül egy íróasztal mellé egy urbánus környezetben, és kifantáziál belőle. És kiderül, hogy annak a fantáziának valóságban vannak alapjai. Azok a helyszínek léteznek, azok az emberek léteznek, azokat az embereket megtaláltuk, és valami egészen különleges, euforikus közösségben hoztuk létre azt, amit itt létrehoztunk. Szerintem mindenkinek, magamat is beleértve, egy életre szóló élmény. A székelyföldi úttal befejeződött a film forgatása. Jönnek az utómunkák, amelynek során archív felvételek beépítése is megtörténik, hogy aztán a vágást követően jöjjön a sokak által várt bemutató.